Sziasztok, itt Giuseppe, ez pedig itt a Stardoll világának egyik videója, és most pedig bemutatom, hogy hogyan készítetek ilyen sminket, valamint mutatok pár stílushoz illő a hajfrizurát, valamint arcot, meg pár sminket. Szóval én most a sminket igazából, na szóval kezdjük az egy kopasz. Nem ékszer. Stardust in haj. Ezt is elrakjuk. És a sminket pedig lemossuk, mint egytől egyig. Hát igazából így nézek ki, tehát smink nélkül, de nem a legszebb arcból ez. Szemből hanyadikon vagyok? Hát a szemem az... Jézus Maria. Rendben. Az nagy... Úristen. Förtelmesek ezek a szemek, esküszöm. Nincs opellát, a förtelmes szemek ezek. Rondák, undorító. De hát ezek a furi szemek, ezek annyira izék, nekem nem tetszenek. Ez kínai. Tehát, hát ezek sem a legszebbek. Na, elromlott a monitorom. Istenem. Nektek nem látszik, de nekem be fog szarni a monitorom, én tudom jól. Förtelmesek. Fúj. Mi ez? Ez volt mi? Ja. És kiválasztunk egy jó szemszínt, nekem lesz egy ilyen barna. Szájnak pedig a legelsőm van az első lapon, de még jól állna bármelyik másik is. Most új ilyen hajak lettek, vagyis szájak lettek, már régen ezek izék voltak, szupersztár szájak. És igazából ez is nagyon jól néz ki. Nekem ez jobban tetszik, és akkor ez a szín van neki, nem? Szemöldöknek pedig nem a túl látszódós fajta szemöldök, így. Méghozzá a 4-es lapon az utolsó előtti. Orrnak pedig ez itt ez a legelső, nekem mindig is ez a normális orr. És akkor alaknak meg alak. Na, smink. Tudjátok, van ez a fajta smink, amikor nagyon dárkosan nézünk ki, tehát feketébe, szürkébe vagy fehérbe vagyunk, és én most ezt fogom nektek át animálni. Tehát van ez a Mighty Grey Volume Mascara, 3-ba került, de nagyon jó egyébként, én szeretem. Jó használni is. Ez 4-be került a Mightning Black Mascara, és ezeket a Dotból veszem igazából. Én onnan szoktam vásárolni smink alapján, mert ott valahogy sokkal ízesebbek a sminkek, meg hát látjátok, jobban is néz ki. Én használok rá egy ilyen szemceruzát, egy pencilt, egy feketét, így, de a lényeg, hogy legyen kiemelve a szemhéjunk, nála a szem. Miket beszélek itt össze-vissza? Nem tudom egyébként, hogy mit csinálok, de biztos. Alul biztos ki kell emelni, meg innen a szemből kijöve. Kimenetel közben. Így a szempilláktól, hogy látszódjon is, hogy alul ki van emelve. Így jó lesz. Mert még áthúzzuk egy párszor. Na, és akkor jöhet a szem. Mi ennek a neve? Tök 8. Szemkihúzó, jesszú, de hovom szemkihúzó. Úristen. Rendben. Tudom, egy kicsit hosszúra lett kihúzva, de így cicás. Tehát én szerintem ez így perfect. Na, akkor egy szürkét vigyünk fel a szemhéjunkra. Így. Né? Egy kicsit erősebbet is vigyünk fel rá. Ide a szem felé is viszünk fel egy kevés feketét. Áthúzzuk ismét csak. És a szemszögbe így az utolsó percekben így. És így néz ki ez az árnyékos, amit látjátok. Nekem igazából tetszik. Szerintem jó. Végül is. Ne teszek fel egy kevés... milyen nevét is, ilyet is, púdert, de ez egy kicsit már
sok lenne, én úgy gondolom, és amit látjátok, itt a szemem alatt van egy ilyen kis fehérség, ami így pont passzol hozzá. Arc és test, hol van az a fehérség? Ja, itt van-e. Itt lehet választani, hogy milyen szín legyen a fehér, és én 100%-os, és általában 100%-osan van, de lehet ilyen is. Lehet ilyen is, csak ez van nagyon ilyen kormosan néz ki, mint a, be, mint a koszos lennél. Kinek van húga, tegye fel a kezét és kitegesít, tegye fel a kezét. Egyet értek? Na, válaszunk rövid helyet, mert nekem most rövid hajam van, és szeretném, hogyha itt is rövid hajam legyen. Ne röhögjél már, Evelyn! Legyél szíves! Az Isten áldjon meg. Nekem egyébként szőkésbarna hajam van. Hulladná meg. Ilyen szőkésbarna hajam van. És lehet egyébként fekete hajunk is. Általában nekem ilyen szokott lenni ilyen vörös hajam. Köszönöm vagyunk. Kaptunk egy lovét, és most mehetünk a lakosztályba. Jaj! Videó közben ne mozgassuk a képernyőt. Mert elrontunk vele mindent. És akkor mindent vegyünk le magunkról. Olyan cuccaim vannak, hogy megáll az észesküszöm. Ezt is nemrég vettem. 50-ért. Hát van ára, amiért én vásárolok egyébként. Van azért áruk a cuccaimnak. Felveszünk egy ilyen ofos nacit. Perfectly. Rendi. Eltesszük ezt a bénán szoknyit, ami itt van, mögöttem, de nem tudom, mit keres itt. De gyorsíthatná ez a gép is egyébként. Kicsit csak ruhám van, igen. Tudom. Terhelem szegény gépet, azért ilyen lassú. Ezzel a pár darab ruhával, ami itt van nálam. Jó. Nem. Bocs, hogy rendezgetem közben, de én ezt így szoktam. Tehát így szoktam. Rendezgetni a ruhámat. Van egy ilyen tök jó kifutós ruhaszím is, amit látjátok. Ezt is imádom. Ezt aláveszem szerintem. Igen, el vagyok egyébként. Mielőtt rákérdeztek, hogy el vagy, akkor igen, el vagyok, az a válaszom. Vagy ezt a pólót letesszük, és nem ez lesz rajtunk, hanem valami szebb. De cuk is, honnan van nekem ilyen? Óvóó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 ó
Csak akkor kell alá egy fehér. Így. Klak. Perfectly. És akkor vehetnék ehelyett valami cuki szoknyát. Ez egy cuki szoknya, de ez nem túl jó. Ne! 10 percnél egyébként vége a videónak, arra számítsatok, mert nem szoktam, nem tudok többet videózni 10 percnél. Így, nem zavar. Rendben. Van most egy ilyenem is. Szerintem akkor egy ilyent felveszek alá. Jó, gyönyörű. Valamit még esetleg? Nem, rendben. És feltudszok magunkat tök jó cuccokkal. Az hogy állna ki? Lassan 10 percig nem tudom elcseszkedő csak, de amúgy előre köszönöm, mert le fog járni és nem fogom észrevenni. Sziasztok! És most fog lejárni.
Sziasztok!